Üdvözlök! Ismételem mindenkit! A mai napon lesz tesztelve egy pár mobilhálózat, hogy ehhez lehessen teszteni, legelsőnek egy TP-Link 722 NS. Wi-Fi modul lesz, van neki antennál is, rá lesz csatlakoztatva, mutatom az interneten. Ez is a rossz logikának a következtetése, amikor még a munkás logikát követtem, és akkor megvettem ezt a vacak márka szart, jobban jártam volna egy kínai noléme, jóval többet tudott volna. És mutatom, melyik modem az. ...22 NS verzió 2-es, de talán nem lesz hozzá, nem talál hozzá a drivert automatikusan. Itt is van. Több verzió van neki. Van verzió 1-es, meg verzió 2-es, és itt egy verzió 2-essel lesz. Kipróbálva, ha jól látom, ez verzió 2 van ráírva. Most ráteszem az internetre, rácsatlakoztatom a számítógépre, lenyugom, és ugye kiderül, hogy egyáltalán jó még, vagy már tönkre van menve. Talált el valamit? Ez a... Az internetné! Meg is találta! Rendesen van! Aztán átváltok egy másik hálózatra! Lesz tesztelve! Mire is képes egy másik ismeretlen ismeretlen telefon hálózat még nem olyan ismert, mint a többi, de nem jelenti azt, hogy mennyire is rossz. Az erről szólt ez a videó, hogy egy TP-Link 722 NS Wi-Fi modul lecsatlakoztatva egy IMD A4 5300K-s számítógéphez, mind a kettő eszköz a rossz munkás logika szerintet megvéve. Köszönöm is itt a figyelmeteket, szevasztok!